Erdő szélén nagy a móka mulatság. Iskolába gyűlnek mind a nyulacskák. A tanító ott középen az a nyúl, kinek füle leghosszabbnak bizonyul. Kezdi az oktatást egy fejkáposztával. Hallgatják is tátott szájjal. Az egymást tapasztó táposztó levelek képezte káposzta letépet levelein belül tapasztalt betétet, mely a kopasztott káposzta törzse úgy hívják, hogy torzsa. Ha most a torzsára sorjába visszatapasztjuk a letépet táposztó káposzta leveleket a tapasztalt rendben, akkor szakasztott helyesen-fejesen szerkesztett káposztát képezünk. Ez a lecke, megértettük? Kérdezte a nyúltanár. Bólogattak az ebulók, hisz mindegyik unta már. Akkor rögtön feleltetek. Lapultasok, tapsi fül, füllentettek, dehogy értik, és ez most mindjárt kisül. Nos, felejte, nyuszi-gyuszi. Állj két lábra, s vázolt hát, mi történik, ha ízekre bontasz egy fejkáposztát. Jól lakok. Felelte elképesztő képzetten a kis káposztakopasztó ebugatta, de a tanár megbuktatta.